Isten tudja, mikor látunk megint. Az esemény legjobban várt pillanata az az öszkari szám volt, ahol Bárdos Lajos Tábortűznél című alkotását adták elő, amelyben minden énekkar képviseltette magát. Többek között Kajdacsról, Nagydorogról és Mözsről is érkeztek kórusok az eseményre. Naszlai Judit, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes karnagya elmondta, hogy a névadó előtt is tisztelegve a kórusoknak kötelező elemként bele kellett építenie egy Bárdos Lajos művet a programjukba. Bárdos Lajos nevével fémjelzett kórus találkozón vagyunk, ennek a megálmodója Kempelen Tünde, és a kedves férje Miskolci Otto volt, és Szekszárd városa is csatlakozott ahhoz a nemes kezdeményezéshez, hogy ünnepi hetek keretében, Bárdos Lajos zenei hetek keretében az ifjúságot és a felnőtt énekkari mozgalmat szólítsák meg. Balogh László, a Kajdacsi Főnix református kórus és a Nagydorogi Magnificent katolikus kórus vezetője úgy nyilatkozott. Mindkét kis létszámú kórussal tapasztalatszerzés és fejlődés céljából érkeztek a rendezvényre. Minél többet szeretnének tanulni a rutinosabb énekkaroktól. A Főnix kórus az egy négy szólamú kórus, négy szólamot sikerült belőlük kihozni. Megszólaltattunk négy szólamú, három szólamú darabokat is. A Nagydorogi katolikus kórus, az egy női kar, ebből adódóan velük kettő, illetve három szólamban tudunk énekelni, mindkét kórussal énekelünk a cappella, illetve hangszerkíséretes műveket is. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója elmondta, a koronavírus járvány az idén is kihatással volt a kórusok próbáira, de örömmel tölti el, hogy így is sok énekkar vállalta a fellépést. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy 2017 óta igazából Tolna megyében már csak mi maradtunk, mint Babits Mihály Kulturális Központ, amely otthont ad ennek az egész megyére vonatkozó kórus találkozónak. Országosan is természetesen sok helyen zajlik egy hasonló program, de mi a Tolna megyei kórusokat fogjuk össze nagy örömmel. Kempelen Tünde karnagy, a kórus találkozó fővédnöke egészségügyi problémák miatt nem tudott részt venni az eseményen, de jó kívánságait tolmácsolta a fellépők számára.